Imapercek Radó Tamás plébánossal. Édesanyákat, nagyanyákat és gyermekeket, hiszen a boldogságos Szűz Máriának a nevét hordozzák és viselik. A keresztségben az ő oltalma alá helyezik őket, amik a keresztség szentségében Istennek a gyermekei lettek, egyház közösségének a tagjai. Kicsit visszaemlékezünk arra, a nyár elején beszéltünk arról, hogy milyen szépen el vannak osztva Mária ünnepek az év minden hónapjára, és ezen a héten két Mária ünnepre is emlékezünk. Kedden, és emlékeztünk, ma a televízió kicsit később adja le ezt a műsort, kedden a boldogságos Szűz Máriát, mint kis boldogasszonyt ünnepeltük, és előre tekintünk szombatra, amikor Szűz Máriának a neve napja lesz. Újra csak azt mondom, hogy Isten éltesse a Máriákat, a Míriámokat, mint azok, akik a Mária nevből származnak, mégpedig az, hogy az ő oltalma, pártfogása kísérje továbbra is életüket. Kis boldogasszonyt ünnepeltük, emlékezünk rá, augusztusban pedig nagy boldogasszonynak volt az ünnepe, nem azért, mintha kisebb lenne ez a nap, kis boldogasszonynak a napja, így különböztetjük meg a két ünnepet. Születésről szól mind a két ünnep, kis boldogasszony napja, a boldogságos Szűz Máriának a testi születését ünnepeljük, nagy boldogasszony napján pedig augusztus 15-én a boldogságos Szűznek a mennyei születését ünnepeltük, amikor testével, lelkével, érdemeinek elismeréseként az örök dicsőségbe vétetett Szent Fia Jézus Krisztus maga mellé vette. Kisboldogasszony a születésének a napja, születésnapokat szoktunk tartani, születésnapokat ünnepelünk, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy egy emberi életnek az értékét nem a születése adja meg, hanem hogy milyen életet élt. És ezért emlékezünk vissza a boldogságos Szűz Máriának a születésére, mert tudjuk, hogy a legnagyobbat ajándékozta nekünk, az Isten fiát, Jézus Krisztust, a világnak a megváltóját. Egyik szentíró azt mondja, kisboldogasszony napján örülnek a mennyben és örülnek a földön. Kettős ünneplés van, ünnepelnek a mennyben, mert az Isten fia az Isten akaratából eljöhetett a földre, és ünnepelnek a földön, mert megjelent a bűntelen ember. Tudjuk azt, hogy szeplőtelen fogantatásnak a napján, december 8-án ünnepeljük, hogy Szűz Mária, amikor Szent Anna méhében fogadott, ment volt, mint az áteredő, mint a személyes bűntől, az ő születésében pedig testében eljött közénk az Istennek, Jézus Krisztusnak az édesanyja, aki világnak adja, világra hozza a megváltót, és rajta keresztül úgy is mondhatnánk, hogy a boldogságos Szűz Mária társ megváltó, megváltója a mi üdvösségünknek. Egyik himnusz így ír kisboldogasszony napjáról, Joakim és Anna ünneplik a mi üdvösségünk kezdetének születését, az egyetlen Isten szülőt. Ünnepeljük mi is ma velük együtt, boldognak hirdetvén a tisztaságos szüzet, a ma jesze törzsének sarjadékát. Az Isten elfogadó hajadon a tiszta Isten szülő, próféták dicsérete Dávid leánya, Joakimtól és a tiszta szívű Annától ma megszületik. És Ádámnak ránk harmozott kárhozata az ő születés által előtlenedült. Vigalommal ékesíti magát a természet, mindenkitől magasztalt Isten szülő, hogy egy akaratulag szenteljen meg évi ünnepét szüleidnek, a csodálatos Joakimnak és a vele együtt diadalmas ünnepet ülő Annának. Így szólt ez az idézet, amelyben az örömről van szó, Joakim és Annának az öröméről, és a keleti egyház, Magyarországon a görög katolikus egyház tulajdonképpen is így nevezi a boldogságos szüzet, mint Isten szülőt, hiszen Isten fiának, Jézus Krisztusnak az édesanyja. Így imádkozzunk hozzá. Kis boldogasszony, köszönjük rajtad keresztül az Úristennek, hogy téged anyául választott, és nekünk is anyául rendelt. Köszönjük, hogy ennek a földnek leányai közül kiemelt téged, és a szentségnek oly magas fokára helyezett, hogy a menny angyalai és a szépséged látán csodálkoznak. Ki az, aki eljön, mint a hajnal pírja, szép, mint a holt, tiszta, mint a nap, félelmes, mint a táborok jó rendezett serege. Köszöntünk téged születésedben, és hiszük, hogy te is köszöntesz bennünket halálunkban, amikor megjelenünk Szent Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus előtt. Amen. Kívánom, hogy kis boldogasszonynak a napja, Boldogság Szűz Mária nevének a napja legyen oltalmazója, segítője mindennapi életünknek, és aki ismeri az imádságot, velem együtt mondja, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya, keservét a bűnbajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hű imáját gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya. Amen. Nem véletlenül vettük ezt az imádságot, hiszen látjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem szűnik meg. Boldogságos Szűz Mária felé fordulunk, járunk közbeértünk Szent Fiánál, a betegeknek a gyógyítójánál. Tartsa távol tőlünk a járványnak a veszélyét, tartsa távol tőlünk a betegségeket, hiszen itt Kapuváron is most már tapasztaljuk, közvetlen közelségünkben van. Tehát jobban megdöbbenünk most ezekben a napokban, mint az első vírus a szezon idején, akkor távol érezzük magunkat a vírustól, távol érezzük magunkat a betegségtől, távol érezzük magunkat a félelemtől, távol érezzük magunkat attól, hogy velünk is megtörténhet. És most, amikor a környezetünkben látjuk ezt nagyon jól, akár utcánkban, akár az iskolákban, vagy bármerre is megyünk, újra csak felhívja a figyelmünket a felelősségre. Akik esetleg voltak vasárnap templomban, azok hallhatták azt, hogy mint az olvasmány Ezekiel próféta könyvéből, mint pedig Jézus szava az evangéliumban a felelősségre hívott bennünket, mégpedig felelősek vagyunk önmagunkért, önmagunk lelkéért, önmagunk testéért, hiszen épp testben, épp a lélek, de ugyanakkor felelősek vagyunk másoknak a lelki üdvösségéért, felelősek vagyunk másoknak a testi egészségéért is. Igyekezzünk megtenni tehát mindazt, amit előírnak nekünk, mert valóban itt van a közelünkben, itt van mellettünk a fenyegetettség, de mi bízunk az isteni gondviselésben, az Istennek a hatalmában, erejében, és a boldogságos Szűz Anyának a közben járásában. Ezért is tesszük ezt, hogy minden héten Dávid diákonusnak a vezetésével szentség imádást tartunk itt a templomunkban, szerdánként este 7:30 és 7:30 között, amire lehetőség szerint be tudunk kapcsolódni, imádkozni saját magunkért, de imádkozni mások testi, lelki egészségéért, és másoknak az üdvösségéért. Itt mondom már előre, hogy a következő szereplésben Dávid diákonus fog majd bemutatkozni, akit mi már tudjuk, és sokan ismerik már, és hál' Isten egy új szint és új lelkesedést hozott ide városunkba. November 14-ig lesz itt, nem csak gyakorlaton, hanem azért is, hogy bennünket felrázzon, bennünket az Isten közelébe elvezessen. Aki teheti, tehát továbbra is az előadásokat megtartásával jöjjön a templomba, hiszen azt mondta is a mai evangéliumban, illetve a vasárnapiban, ahol a felelősségünkre hívott bennünket, felelősek vagyunk azért is, hogy egymásért imádkozzunk, mert ahol ketten, hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Így akarunk bekapcsolódni ebbe a szentség imádásba, csütörtökön este 6:30 a Szentolvasónak az imádságába, a Szentmiségbe, hogy az Isten legyen irgalmas hozzánk, mentsen meg, szabadítson meg bennünket a betegségtől, másoknak adjon egészséget, hogy valóban az ő teremtői művét tovább tudjuk folytatni a világban, a gyermekek pedig egészségesen készülhessenek arra, hogy növekedjenek korban, kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt.